Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Ma egy olyan gyilkosságról lesz szó, ami nagyon bonyolult. Próbálom egyszerűen elmondani a történteket. Lehet, hogy néhány évszám kimarad, de tényleg próbálok koncentrálni az események időrendbeli követésére. A kaméleon gyilkosról lesz szó, ugyanis egy férfi rengeteg álnevet vett föl, amikor is elkövette a gyilkosságait. Nem lehet tudni, hogy pontosan hány gyilkosságot követett el, azt azért hozzáteszem, hogy mindegyik gyilkosságnak, szinte egy kivételben mindegyik gyilkosságnak a büntetését megúszta. Itt az elején hozzáteszem, hogy ezt a videót is csak 18 éven felüli nézőimnek ajánlom. És ha már a nézőknél tartok, örülök, hogy egyre többen vagytok, és egyre többen is kommentáltak, új arcokat, új neveket látok a komment mezőben is, ennek nagyon örülök. Az idővonal első főbb pontja 1978 hálaadás napja. Mary Liz Honeychurch a két gyermekével van ezen a hálaadáson. A két gyermeke az 1971-ben született Mary Vaughn és az 1977-ben született Sarah McWaters. Ez a két kislány két különböző apától született. Ugye a nő eddig már kétszer volt férnél, egy-egy gyermek, lánygyermek született mindegyik házasságból. Mind a két férjét elhagyta, és most erre a hálaadásra úgy érkezett, hogy bemutassa az új barátját. Ő volt Terry Rasmussen. Terryt nem igazán fogadták tátkarokkal a családban. Honeychurchnek az édesanyja különösen megegyezte, hogy neki nem tetszik ez a férfi. Ebből lett egy hatalmas veszekedés is, és a lány a két gyermekével és Terryvel elhagyta ezt a hálaadás ünnepét. Ezek után meg is szakadt a kapcsolat a családdal. Honeychurch se az anyjával, se senkivel nem beszélt. Volt ennek a nőnek két testvére is. Ez a két testvér amúgy úgy írta le Honeychurchet, hogy egy nagyon élénk, egy pezsgő személyiség, aki imádja a gyermekeit. Ezzel a családdal most egyelőre nem foglalkozunk. Megyünk tovább az idővonalban. Tehát ez volt 1978-ban. 1981-ben járunk. Dennis Bodin szintén hálaadás napján tölti együtt az időt a családjával és a barátjával. A barátja pedig Robert Evans, vagy más néven Bob Evans. Szintén a nőnek van már egy 6 hónapos csecsemője, és ezen a hálaadáson ott vannak, majd Dennist, a 6 hónapos kisbabát, és Bobot sem látja később többet, ez a család sem. Furcsa. Furcsa, pont mindig ilyen hálaadáskor történnek a dolgok, az összeveszések, vagy az eltűnések, és mindig egy új férfi van a családban bemutatva, vagy a családba éppen hogy bekerülve. Hozzáteszem, hogy Bob Evans nem az apja volt ennek a 6 hónapos gyereknek, a Dennis gyermekének, csak a nő külön volt már a gyermek apjától, és megismerkedett Bob Evans-szel. 1985-ben járunk. Ekkor pedig kisgyermekek játszanak egy nemzeti parkban, ez a Bear Brook Nemzeti Park, természetvédelmi park, bocsánat, és bujocskáznak a gyerekek, amikor is valamelyik észrevesz egy hordót. Ezt a hordót, ugye érdekesség, mit keres ott az erdőben, miért nem ugye az ösvényen van, és a gyerekek kíváncsisága elvezet őket ahhoz, hogy kinyissák a hordót. A hordóból valami nagyon büdös, rotható szag terjengett, szag árat, de nem néztek bele. Aztán az egyik gyerek így érdekességként, kíváncsiságból, vagy nem tudom pontosan miért, de felrúgta ezt a hordót. És ezért a gyerekek megijedtek. Nem nézték meg, mi van a hordóban, de hogy büdös volt, és valami rosszat tettek, ugye felrúgták ezt a hordót, ezért elmenekültek a helyszínről. És pár héttel, vagy talán pár hónappal később egy vadász járt erre, ezen a területen, és megtalálta ezt a felrúgott hordót. A férfi már belenézett a hordóba, és észrevette, hogy ezekben emberi csontok vannak, hívta a serifet, kérkezett ugye a serif, a rendőrség, és elkezdtek nyomozni az ügyben. Ebben a hordóban sajnos egy 20-as évei közepén járó
nőnek a holttestét, maradványait találták meg, és egy kislánynak a maradványait. Nem tudták, ki ő. Nem találtak semmilyen nyomot arra, sem az eltűntek listájában, sem semmilyen nyom nem kötötte őket senkihez. Úgyhogy ez egyelőre megoldatlan maradt ez az ügy. A maradványokat 18 hónapig nem temették el. 18 hónapon át az orvosszakértői rendelőben tartották, hát ha valami családtag keres valami hozzátartozót, és akkor hát ha összetudják akkor kötni az ügyet valakivel. Végül is eltemették a két holttestet, egy sírkövet is kaptak, azzal rajta, hogy itt hevernek egy 23-33 éves közötti nő és egy 8-10 év közötti lány maradványai. Megölt testüket 1985. november 10-én találták meg a Bear Brook természetvédelmi parkban. Lelkük találjon békét Isten szerető gondoskodásában. A nyomozás tovább folytatódott, bár egyre kevesebb esély volt arra, hogy bármilyen nyomot is találjanak, hiszen azzal kellett volna kezdeni, hogy egyáltalán megtudják, hogy kihez tartoznak ezek a maradványok. 1985-ben történt más is. Egy Curtis Kimball nevű férfi ittas járművezetés miatt le lett tartóztatva. Őt megvádolták még egy gyermek veszélyeztetése miatt is. Valószínű, ez a gyermek benne ült a kocsiban, amit a férfi vezetett, ez a Curtis Kimball nevű férfi. De Curtis Kimball nem jelent meg a bíróságon. Aztán 1986-ban járunk. Egy férfi magára hagy egy gyermeket egy lakókocsi parkban. Egyszerűen ott hagyja a gyereket és elhajt. Ez a férfi Gordon Jensen. Úgy volt addig, legalábbis úgy tartották, hogy Gordon Jensen annak a lánynak az apja, akit magára hagyott. A lányt Lizának hívják. Nem tudják, hol az apa, mi történt az apával, vagy miért hagyta el a gyermekét. Legalábbis egyelőre nem tudják. Két évvel később Gary Mockerman nevű férfit tartóztattak le, mert lopott járművet vezetett. Mockerman-től új lenyomatot vettek. Kiderült, hogy ő Curtis Kimball. 1989-ben Curtis Kimballt pedig letartóztatják, mert rájönnek amúgy, hogy ő Jensen is, aki magára hagyott egy kislányt a lakókocsi parkban. A kislányt nem csak hogy magára hagyta, kiderül, hogy őt többször is bántalmazta. Úgyhogy a férfit 89-ben letartóztatják, 3 évet kap gyermekveszélyeztetése miatt, tehát mindössze 3 évet, de 1990-ben pedig a férfi feltételesen szabadult is. Persze itt a feltételes szabadlábra helyezésnek vannak követelményei, az, hogy néha jelenjen meg a felügyelő tisztnél, de ez nem történt meg. A férfi megszökött, és most már szökevényként tartották számon őt. 2000-ben járunk, tehát semmilyen nagyobb számottevőbb ügy nem történt. 2000-ben járunk, újabb hordót találtak, újabb két áldozat volt benne. Ami borzalmas ebben az egészben, hogy ezt az új hordót a régitől, amit 1985-ben találtak, tehát attól 100 méterre találták meg ezt az új hordót. Ez az új hordó pedig már 1985-ben is ott volt, csak akkor nem találták meg. Ugyanis ez a 100 méter nem esett bele abba a területbe, amit ott a rendőrök az első hordónál, ugye azt a területet átvizsgálták. De ez túl messze volt, ezt akkor nem látták meg, pedig ugyanakkor kerültek oda. Tehát ugyanabban az évben kb., ha nem is ugyanazon a napon. Ebben a hordóban két kisgyermeknek a maradványait találták meg. Mind a négy áldozatnak a fején egy tompa sérülést találtak. Ebbe a tompa sérülésbe haltak bele. Nem kellett a rendőrségnek nagyon gondolkozni, hogy ezeket az ügyeket összevonják, hiszen kb. Ugyanakkor rakták oda a két hordót, ugyanúgy két-két áldozat van egy-egy hordóban, ugyanolyan sérülésektől haltak meg, úgyhogy összevonták ezt a két ügyet, és mivel ez Allenstone-ban történt, egy kisvárosban, ezért az áldozatokat az Allenstone-i négyesnek hívják. Ezt a két kisgyermeket sem tudták hova helyezni, nem voltak eltűnés, vagy eltűnt személyek között olyan emberek, akikkel őket össze lehetett volna kötni. Megsatszolták, hogy körülbelül
hány évesek lehettek ezek az emberek, amikor meghaltak, de nem tudták kivel összekötni. Tehát az új hordó 2000-ben kerül elő, 2002-ben járunk. Yunson Jun esetét ismerhetjük meg. Yunson Junnak a férje Larry Vonner. Larryt 99-2000 körül mutatta be a családjának. A lány családja nem kedvelte Larryt. Yunson Junnak volt egy barátnője, Rose. Rose nagyon jobba volt Yunsonnal, tehát tényleg jó barátnők voltak, és nagyon emlékszik arra, amikor először meglátta Rose Larryt, és azt mondja, hogy nagyon nem tetszett neki. Szürkés képe volt, állandóan dohányzott, úgy ült a családi asztalhoz, hogy látszott rajta, hogy nem igazán tartja tiszteletben ott a családot, gusztustalanul evett nagyon sokat, és azt is gusztustalanul, amint befejezte az ebédet, akkor, amikor kedve tartott ott a családi asztalnál is, böfögött, aztán fogta magát, és csak úgy leült a szófára, nem akart részt venni ott a beszélgetésben. Úgyhogy nem is nagyon értette, hogy Yunson mit akar Larrytől. De még össze is házasodtak, és később kiderült, hogy Larrynek volt egy ilyen tipikus boci szeme, ahogy a nőkre nézett, és volt egy olyan szövege is, úgyhogy Larry valószínű tudta adni a kedves fiút, a jó fiút, akivel lehet beszélgetni, csak akihez volt érdeke, azzal beszélgetett úgy. Yunsonnal volt érdeke, a Rose-zal nem, Rose-ra nem akart jó benyomást tenni. Aztán Yunson előbb-utóbb nem jelentkezett a családjánál, a Rose-zal sem akart beszélni. És ez a Rose-nak nagyon furcsa volt, hiszen ő tényleg jó barátnője volt Yunsonnak. És mindig próbált elérni a barátnőjét, és mindig Larry válaszolt, Larry nyitott ajtót, Larry válaszolt a telefonokra. Larry előbb-utóbb már nem csak, hogy letagadta Yunsont Rose előtt, hanem azt is mondta, hogy a feleségem nem akar többet veled találkozni, nem akar veled beszélni, nem akar a te barátnőd lenni. Rose azt mondta, hogy rendben, oké, én ezt elfogadom, amint ezt Rose-tól hallom, és nem tőled, nem veled akarok beszélgetni, hanem a barátnőmmel. Ez nem történt meg. Ekkor Rose elment a rendőrségre. Találkozott Roxanne Grünheiden, ő volt egy gyilkossági nyomozó. Ekkor még nem beszélhettünk gyilkosságról, de egy nagyon furcsa esetről volt szó. És Roxanne visszaemlékezik arra, hogy Rose nagyon kétségbe volt esve, ezért is avatkozott bele ebbe a, hát mondhatni magán ügybe, hiszen egy gyilkossági nyomozó amúgy miért kell avatkozni abba bele, hogy egy barátnő nem akar beszélgetni a másikkal. Lényeg az, hogy bevitték Larryt egy kihallgatásra, és akkor is azt mondta a férfi a kihallgatást végző nyomozóknak, hogy ti nem vagytok papok, nem vagytok orvosok, miért kéne nekem bármit is vallanom. Yunson nem érzi jól magát, és úgy adta elő magát, mint hogyha ő csak azért nem akarna beszélgetni a rendőrséggel, mert akkor Yunson esetleg dühös lenne, arra is utalt, hogy öngyilkossági hajlamai vannak a nőnek, és inkább nem akar beleavatkozni az ő ügyébe. De nagyon furcsa dolgokat mondott, és nagyon furcsán mondta, ez Roxannak feltűnt, és azt mondta, hogy úgy vallott, és úgy beszélt bármiről is, mint aki belekavarodott az ügybe, mint aki hazudik, és már nem emlékszik, hogy előtte mit mondott, és ez nagyon tipikus, ugye, hogyha valaki hazudik, akkor össze-vissza elkezd beszélni, és már nem tudja, hogy hol járt, ezért kezd az ügy egyfolytában bonyolódni, és jönnek be új szálak, mert már nem tudja, hogy mi volt az eredeti ügy. Ezért Roxanne felvette ezt az ügyet, és elkezdett nyomozni. Pár héttel, pár hónappal a bejelentés után értek el odáig az ügyben, csak hogy a Yunson és Larrynek a közös lakásában egy házkutatást tartottak. És a pincében találtak hatalmas adag macskahalmot. Ezt a macskahalmot is átkutatták. Nem volt semmilyen szag, de átkutatták, és végül is megtalálták Yunsonnak a félig meddig feldarabolt holttestét. Először azt hiszem a lábát találták meg Yunsonnak. A macskalom egyetemű azért kellett, hogy elfedje a szagokat. A nyomozás során az is kiderült, hogy egy közeli boltban Larryre nagyon hasonlító férfi vásárolt 10 zsák macskalmot, úgyhogy Larryt megvádolták Yunsonnak a meggyilkolásával. A férfit el is ítélték, és 15-től életfogytiglani börtönbüntetést kapott. A 15-től életfogytiglani az azt jelenti, hogy minimum 15 évet kell ülnie, és utána kérheti a feltételes szabadlábra helyezését.
Tudom, hogy elég bonyolult. Eddig ugye megismerhettük Honeychurchnek, az 1978-ban eltűnt nőnek és annak a két gyermekének az eltűnését, aztán Denis Bodinnak a 6 hónapos gyermekével való eltűnését, aztán megismertünk egy férfit, aki elhagyta, magára hagyta a lányát, Lizát egy lakókocsi parkban. Azt a férfit, bár kiderült, hogy álnéven élt, de azt a férfit ugye elítélték, ült 89-ben ítélték el, 90-ben szabadult, mert ugye 3 évet kapott, de feltételesen szabadult. Aztán 2000-ben újabb hordot találnak. 2002-ben Yoon Sun-jun feldarabolt holttestét találják meg. Yoon Sun-jun megölésével vádolt férfi 2010. december 28-án halt meg tüdőrákban a börtönben. 2015-ben, évekkel később, majd 30 évvel később, hogy Lizát elhagyta az apja a lakókocsi parkban. Lizát nem hagyta nyugodni, meg akarta tudni, hogy ki is az ő családja. DNS teszteket végzett el, és kiderült, hogy akit annak idején lecsuktak férfi, ugye az apját, hogy őt ott hagyta egy lakókocsi parkban, kiderült, hogy az a férfi nem az apja volt, hanem az elrablója. Kiderült, hogy ő nem Liza. És előbb-utóbb az is kiderült, hogy ő Dawn. Ő az a 6 hónapos kislány, aki Denis Bodinnak a lánya. Denis Bodin ugye a 6 hónapos kislányával egy hálaadásnapi vacsorán volt utoljára a családja körében, ő 1981-ben tűnt el. Valószínűsítik, hogy a férfi, akit akkor Robert Evansként ismertek, ugye aki a Denis barátja volt, feltételezik, hogy Robert Evans, más néven Bob Evans volt az, aki esetleg megölte Deniszt. Nem tudják, soha nem találták meg Denisnek a holttestét, de soha nem kapott a családja többet hírt Denisra. Úgyhogy Denis Bodin mondjuk azt eltűnt. Ott volt a 6 hónapos babája Dawn. Dawnt ez a férfi Robert Evans nevelte, és a kislányt átnevezte Dawnról Lisára. És ezt a kislányt hagyta magára pár évvel később a lakókocsi parkban. Kiderült, hogy bántotta is őt fizikálisan. Azt hiszem, szexuálisan nem, de fizikálisan igen. Annak idején, 1986-ban, amikor elkapják a férfit, hogy ő a gyermekét magára hagyta, és 3 évet kap. Persze, hogy nem vallja be, hogy ez nem az én gyerekem. Mert ugye kiderült, hogy ezt ő elrabolta, és ezért egy gyermekrablásért sokkal többet kaphatott volna. A férfi nem akarta tudják, hogy ki Liza anyja, úgyhogy nem vallotta be. Úgyhogy kiderül, az is előbb-utóbb, hogy egy Curtis Kimballként tartóztatták le Liza elhagyásáért. És mivel Liza megtudja, hogy ő Dawn Dennis, és hogy a rendőrök biztosra menjenek, megmutatják Curtis Kimballnek a képét Dennis édesapjának. Emlékszik még arra a férfira, akit Dennis hazavitt ugye erre a hálaadásnapi vacsorára, és megegyeztek abban a rendőrséggel, hogy Curtis Kimball ugyanaz, mint Rob Evans, vagy Bob Evans. Úgyhogy a rendőrség kezdi összekötni, hogy ez az egész Curtis Kimball, Jensen, Rob Evans, vagy Bob Evans, ezek mind-mind egy. Legalább már azt tudhatjuk, hogy az 1981-ben eltűnt Denis Bodin nem az, aki a hordóban van. A vizsgálatokat végeztek a maradványokon is, és az kiderült, hogy a 20 éves nő kapcsolatban áll a hordóban talált kislánnyal. Majd a 2000-ben talált hordóban, ugye két kislány volt, az első hordóban talált nő a második hordóban talált egyik kislányal szintén rokoni kapcsolatban áll. A legfiatalabb és a legidősebb gyermek holttestek kapcsolatban állnak a női holttesttel. Azonban a középső gyerekként emlegetett holttest nincs rokoni kapcsolatban a másik holttestekkel. A női holttest, bár rokoni kapcsolatban van, azt nem tudják megállapítani, hogy ő volt az anya, ő volt a nővér, ő volt a nagynéni, csak azt tudják egyelőre, hogy rokoni kapcsolatban állt a nő a legidősebb és a legfiatalabb holttesttel. A középsőt meg későbbiekben félig meddig megtudják, hogy ki is volt ő. Próbálom a képeket kint hagyni, hogy ne veszítsétek el a fonalat. Ez egy nagyon nehéz, így gondolkoztam ezen, hogy elmondjam, vagy hogy mondjam el, mert ez így nehéz. A végén még megpróbálom máshogy levezetni ezt az egészet, hát, hogy jobban érthető lesz.
Robert Evansnek a képét pedig kirakták. Robert Evans-től kiderítették, hogy mikor, hol járt. Tudták már az álneveit is, úgyhogy próbálták összekapcsolni, hogy ez a férfi, vagy bármelyik álnéven, amikor munkálkodott, mikor, hol lehetett, és ez alapján próbálták összekötni a férfit az üggyel. Sejtették, hogy ő lehet a horrokban talált áldozatoknak a gyilkosa is, de még semmi nem kötötte őket igazából össze, csak valahogy a rendőrség fűzte ezeket az eseteket össze. De nem tudták, hogy kik vannak a hordokban, nem tudtak semmit. Itt lép közben egy könyvtáros, aki hallott ezekről a gyilkosságokról, ami a hordokhoz köthető, hogy tudják, hogy volt egy gyilkosság, de nem tudják, hogy kitöltek meg, mert nem azonosították még a hordokban lévő maradványokat. A nő könyvtáros, tudja, hogy hol kell keresni. Bob Evansnek az idővonalát kezdte el nézni, és hogy mikor hol járt a férfi, akkor azokon a helyeken elkezdte keresni az eltűnt személyek nyilvántartását, vagy elkezdte átnézni. De nem talált semmit. A nő azonban itt nem állt meg, hanem elkezdett különféle posztokat átnézni, akár talán még a Facebookon, vagy bárhol, ahol eltűnt emberekről beszélhetnek, ha nem is a rendőrségi nyilvántartásról van szó. És rátalált egy posztra, amiben valaki egy nőről és annak a két kislányáról rakott ki egy posztot. A könyvtáros ráírt a poszt írójára. Kiderült, hogy akit keresnek, ugye Honeychurch. Annak a két kislánya, Sarah és Mary. Ezt a tippet a könyvtáros megadta a rendőrségnek, és végeztettek egy vizsgálatot, és kiderült, hogy valóban Honeychurch volt az a 20 éves áldozat, aki az egyik, az első hordóban volt, méghozzá az egyik kislányával volt oda elrejtve. A másik hordóban pedig a másik kislánya volt, azonban a negyedik áldozat. Arra nem tudták, hogy ő ki. Nem kapcsolódott ehhez a három emberhez. A rendőrség ugye ennyi álnév után feltételezték, hogy Bob Evans is egy álnév, ezért kirakták a tévékben. Folyamatosan beszéltek Bob Evansről, elmondták, hogy milyen idővonalon mozgott a férfi, melyik évben, hol volt. És egyszer csak megjelent egy férfi, aki azt mondta, hogy az ő DNS-ét használhatják, ugyanis Bob Evans és az összes többi álnéven ismert férfi, az Terry Rasmussen, az ő édesapja. Kiderült, hogy minden álnéven ismert férfi, akiről eddig szó volt, az mind egy férfi volt, ő volt Terry Rasmussen. És akkor most ismerjük meg Terry Rasmussent, aki valójában ezen a néven született. Terry Peder Rasmussen. 1943-ban született Denverben, Colorado államban. Már másodévesként a középiskolából lemorzsolódott, és később 18 évesen belép a haditengerészethez. A haditengerészetben pedig villanyszerelőnek képzik ki. 1961-ben vonult be, 67-ben hagyja el a haditengerészetet. 68-ban Rasmussen megnősül, és 4 gyermeke születik. Ezek közül a 4 gyermek közül volt az, aki most jelentkezett, hogy Bob Evans, amúgy az én apám is, ő Terry Rasmussen, a rengeteg államban laktak. A férfi általában olajcégeknél, vagy valamilyen gáz cégnél volt villanyszerelő, folyamatosan költöztek. Aztán a nő elhagyja, a feleség elhagyja Rasmussent, ugyanis nem csak a nőt, de a gyermekeket is bántja. Volt, hogy az egyik gyermekét, aki még csak 12 éves volt, cigarettával, cigaretta csikkel égergette. A férfit 1975 vagy 76 decemberében látták utoljára, amikor egy ismeretlen nőt vitt haza. Hát nem csodálom, hogy a nő elhagyta a férfit, még hogyha a fizikai bántalmazást nem is nézzük, már ez is bőven elég volt. A válást 1978-ban véglegesítették, a nő vitte mind a 4 gyermeket, nem tartották a kapcsolatot Rasmussennel. Gyorsan hozzáteszem, hogy kezdhettem volna azzal, hogy volt egy férfi, úgy hívták, hogy Terry Rasmussen, és ezt meg ezt követte el, ilyen meg ilyen álneveken. De ha itt teszek, akkor milyen egyszerű. Azért mondtam a történetet a másik szemszögből, amikor különféle esetek történnek, különféle nevekkel, hogy a rendőri munkát is, hogy egy picit megértsük, hogy milyen nehéz lehetett ezt az ügyet felgöngyölíteni, hiszen teljesen más esetek történtek, teljesen más nevekkel, és hogy
mennyi minden kellett ahhoz, hogy egy közös pontra érjen az egész ügy. Miután a felesége Terry Rasmussent elhagyta, ezután rengeteg államban próbált érvényesülni, 1980-ban háromszor is letartóztatták, rossz csekkeket írt meg, hamis csekkeket írt meg, elektromos áramot lopott, és különféle ilyen apró bűncselekményeket követett el. Ekkor már Bob Evans álnéven élt. És ugye 1978-ban mondták ki a válást, és 1978-ban történt az is, hogy Mary Liz Honeychurch összeveszik a családjával. És a két kisgyermekével ott hagyja a családot, és elmegy egy férfival, aki akkor Terry Rasmussen néven, azt hiszem Terry Rasmussen néven mutatkozott be, vagy valamelyik álnevét használta. A nő családja ugye nem jelentette az eltűnést, ugyanis egy összeveszés miatt nem beszéltek Honeychurch-el. De kiderül, hogy később tényleg a család folyamatosan próbálta felvenni vele a kapcsolatot, meg nyomozni utána, csak nem jelentették be, hiszen egy felnőtt nőről beszélünk, aki amúgy meg pont összeveszett a családdal, úgyhogy valószínűsítették, hogy a rendőrség úgysem keresni őt. Aztán ott van 1981 Dennis Bodin a 6 hónapos kislányával, Donnal. Ugye itt is kiderül, hogy Terry Rasmussenről van szó, ő hálózta be ezt a nőt. A család Dennisnél azt hitte, ugye, hogy anyagi okok miatt tűnt el Dennis a barátjával, Evans-szel. Nem is nagyon keresték a lányt, Dennist. Soha többet nem hallottak róla. Amúgy ez nagyon furcsa, hogy milyen kapcsolat lehetett a család között, hogy azt mondják, hogy jó, anyagi okok miatt eltűnik a lányom a 6 hónapos gyerekkel, de semmilyen kapcsolat nincs utána, és nincsen a nő benne az eltűntek listájában. Furcsa. Ugye 85-ben megtalálják a hordókat, 86-ban Rasmussen magára hagyja a Liza nevű lányát, akiről később kiderül, hogy ugye nem is a lánya volt, és ő volt Dennisnek a már felnőttebb gyermeke, Dawn. Aztán az is kiderül, hogy ő volt Larry Vonner, aki megölte Junson June-t. Kiderül, hogy Rasmussen összesen ugye csak Junson June-nak a megölése miatt kerül börtönbe, ítélik el. És a férfi ugye 2003-ban ítélték el, 2010-ben meg is halt a börtönben. Úgyhogy a férfi is egy gyilkosság miatt kapott börtönbüntetést, de szép lassan kiderülnek itt a dolgok, hogy minimum ebben a másik 4 gyilkosságban is ő volt a gyilkos, ő volt a bűnös. És ezeknek az embereknek a gyilkosságáért már nem kellett felelősséget vállalnia, nem kellett megbűnhődnie. És végül is a vizsgálatok során kiderült, hogy a Rasmussennek a lánya volt a középső gyermek. Nem tudják, ki lehetett az anya, de az kiderült, hogy Rasmussen a saját gyermekét ölte meg is tette abba a hordóba. A mai napig nem tudják, hogy ki az a lány, hogy hívják, csak annyit tudnak, hogy ki az ő apja. És annyit tudnak, hogy a saját apja ölte őt meg. Dennisről ugye a mai napig nincs hír. És Rasmussen nem csak, hogy ebben a 4 gyilkosságban nem bűnhődött, de más bűncselekményekhez is hozzákötik a férfit. Nem tudják rá bizonyítani, de nagyon valószínű, hogy Rasmussen volt a gyilkos ezekben az esetekben is. Például a férfi pár kilométerre lakott egy 14 éves kislánytól, Lauren Rantól, amikor az a lány 1980 áprilisában eltűnt Manchesterből, az Amerikában lévő Manchesterről beszélünk. Dennis Deno egy 25 éves nő volt, aki 2 háztömbnyire lakott Lauren Rantól, és ugyanabban az utcában lakott, mint Rasmussen, amikor 1980 júniusában eltűnt egy bárból. Próbáltak nyomozni az ügyben 2017-ben, 2018-ban, de nem jutottak előrébb. Nem volt bizonyíték arra, hogy Dennis kapcsolatban állt volna Rasmussennel. Azt feltételezték, vagy azt a tippet kapták, hogy talán ő volt a barátnője, de erre bizonyítékot nem találtak. Tehát ezekben az ügyekben nem volt előrelépés, bár az, hogy az egyik egy utcában lakott, a másik meg 2-3 kilométerre ettől a férfitől, azért az nagyon gyanús, hogy valószínű Rasmussen volt ebben az ügyben is a bűnös. Aztán eltűnt Elizabeth Lamott, egy 17 éves lány. Rasmussennek volt egy bejegyzett házassága is, Elizabeth Evans néven.
ugye amikor a férfi még Bob Evansként élt, akkor volt egy Elizabeth Evans nevű feleség, de arról nem tudják, hogy ő amúgy ki volt. Csak azt tudják, hogy volt egy Elizabeth Evans. És feltételezték eleinte, hogy ez az Elizabeth Lamott, ez a 17 éves eltűnt lány lehetett a feleség, és azt is feltételezték, hogy Rasmussen ölhette meg a lányt. Azonban kiderült, hogy elvileg Rasmussennek a lány eltűnéséhez sem a gyilkossághoz nem volt köze. Nem ő volt Elizabeth Evans, a férfinak ugye a volt felesége. Ő, ez a kislány, az egyik áldozata volt a vöröshajú gyilkosságoknak. Ez a vöröshajú gyilkosságok egy sor megoldatlan gyilkosságoknak a része, vagyis ez az egyik áldozata lehetett Elizabeth Lamott. A lány holttestét 1985-ben találták meg Tennessee-ben. Körülbelül 4 hónappal az eltűnése után ölték meg. 1986-ban, amikor megtalálták Lizát, ugye, mint később kiderül, Dawnt, megkérdezték ugye Lizát, hogy vannak testvéreid, és azt mondja, hogy voltak, de azok meghaltak. Tehát lehet, hogy Dennisnek és Rasmussennek, akárhogy is hívták akkor a férfit, voltak még utána, vagy hát lettek utána még gyermekeik, de azt a férfi lehet, hogy mind azokat is megölte. Az is lehet, hogy Liza annak idején arra gondolt, hogy más gyermekeket is elrabolt a férfi, csak aztán megölte őket. Nem lehet sajnos tudni, hogy kikre gondolt a lány, ugyanis nagyon pici volt, amikor megtalálták, és nem nagyon emlékezett utána arra, hogy mik történtek ott vele. Az is lehet, hogy azért sem, nem csak azért, mert pici volt, hanem mert bántalmazták is, és feledéssel próbált menekülni az átélt szenvedések elől. Rasmussen amúgy még egy gyilkossággal, Amanda Schumann Deza meggyilkolásával kapcsolatban is hozták. 1995-ben találták meg a holttestet. A nő holttestét egy hűtőszekrénybe helyezték, a hűtőszekrényt pedig egy csatornába dobták. A nő is egy tompa ütés következtében halt meg, a tompa ütés a fejet érte. Nagyon sokáig a hölgy a hűtőben néven ismerték a nőnek az esetét, vagy a San Joaquini Jane Doe, így is emlegették ezt a nőt, de 2023. február 23-án kiderült, hogy a nő Amanda Schumann Deza. Ebben is a férfit feltételezik, hogy ő volt a gyilkos, de nem tudják. Bár próbáltam keresni egy rövidebb történetet, amikor belekezdtem, nem gondoltam, hogy ennyire bonyolult lesz az egész. Próbálom úgy megvágni, vagy úgy feliratozni, vagy olyan képeket kirakni, hogy azért átlátható legyen, érthető legyen. Lehet, hogy csinálok egy idővonalat, és azt többször megjelenítem, hogy követhető legyen az esemény. Ez az eredmény, amikor egy férfi még 4-5 álnévvel működik, és történnek gyilkosságok, az áldozatokról nem tudják, hogy kik ők, nem tudják kihez kötni, és ez a bonyolultság maga az esetet is jellemzi. Azért remélem, nem köveztek meg, azért, mert egy ilyen bonyolultabb ügyet hoztam el mára nektek. Ha érdekesnek találtátok ezt a részt, vagy szeretnétek a munkámat támogatni, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha hasonló videókat szeretnétek még nézni tőlem, és még nem vagytok feliratkozva. Hamarosan régi ügyeket fogok újra feldolgozni. Ebben nektek is részletek lesz, ugyanis majd nem sokára egy bejegyzést teszek ki. Ebben jobban elmagyarázom, hogy hogyan is vettek részt abban, hogy melyik videót dolgozzam fel újra. Tehát hasonló tartalmak jönnek, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Remélem a következő részben is találkozunk. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok!